Sajnos történt egy kis baleset. Hát sziasztok, ismét egy újabb hét következik. Ami egy furcsa lehet elsőre, ugye a hajam, amit nem én állítottam be, csak kibontottam, és úgy döntött, hogy így áll. De tök jó. A másik pedig az, hogy a bőrömön már nagyon látszik a barnítókrém használata. Itt a kezemen is. Úgyhogy hamarosan érik már a teszt videó, hogy mik a vélemények az Avonos barnítóról. Körülbelül azt hiszem egy használat van még belőle, majdnem elhasználtam a tubust, úgyhogy valószínű ezen a héten felkerül ez a videó. Másik dolog meg ugye láthattátok a babuskát, hogy itt mászkált az ágy mellett, és sajnos történt egy kis baleset. Nem lett komoly baja, csak egy picit beütötte a buciát, mivel általában ugye itt az ágy mellett szokott mászkálni, hogyha nincs a komban, akkor ezért úgy döntöttem, hogy ide rakom azokat a habszivacsokat. Hát megpróbáltam ide tenni ezt a habszivacsot, de igazából, hogyha ugye elmegy az ágy másik feléhez, vagy mit tudom én, például ott a szőnyeg közepén esik el, akkor ez úgyse fogja megvédeni. Igazából máskor is volt már olyan, hogy így ült, és akkor véletlen hátra billent, és már nem tudott megkapaszkodni. És hát ilyenkor ugye nem mindig tudok ott lenni mellette, tehát hogy csak 2 méterrel arrébb játszik, én meg itt pakolászok, vagy csinálok valamit, akkor ezt így nem tudjuk kivédeni. Meg hát biztos lesznek még ennél durvább dolgok is, hogyha majd elindul, elkezd szaladni. Anyukám mesélte egyik nap, hogy én mikor már ilyen szaladós korszakomban voltam, ilyen hosszú előszobánk van, és így elkezdtem rohanni össze-vissza, mint valami hülye gyerek, és egyszer úgy megbotlottam, hogy így az arcommal, az állammal is, meg itt a szemöldökömmel is, végig szántottam ugye az előszoba szőnyeget, és hát üvöltöttem, mint a sakál. És akkor végül is nem látszott nagyon a horzsolás, de este fürdésnél meg, amikor hozzáért a víz, akkor is elkezdtem visítani. Úgyhogy hát remélem, hogy a babuskával azért nem lesznek ilyen dolgok, de hát a gyerekek ilyenek, szóval ez nem hiszem, hogy elkerülhető. Egyébként ma ilyen általános dolgok vannak, mosók, pakolászók, akkor tervezem a heti dolgaimat, hogy mit, hogy szeretnék. És így erről szól a mai nap. Gondolkoztam rajta, hogy elmehetnénk sétálni, de igazából csak 10,5 fok volt, holnapra pedig 13-at mondanak, úgyhogy akkor inkább kivárom a holnapi napot, az sokkal jobb lesz ilyen szempontból. Úgyhogy most csak ilyen itthon levős napunk van. Hát, Hali, végre kedd. Nagyon jó idő van kint, 14,5 fok körül árnyékban. Úgyhogy úgy döntöttem, elmegyünk sétálni, és ugye kiváltjuk közben a babának a tápszert,
benézek egy-két boltba, és arra gondoltam, hogy amíg lent leszünk, addig a penésznek a többi részét is lefújom szavóval. Itt van a szoba másik sarkában, meg itt, meg van egy ott a konyhasarokban, ott felül is van azon a részen, meg ott bent a szekrényben. Úgyhogy ezeket fogom most lefújni. Amíg lent leszünk, az körülbelül minimum egy óra, vagy lehet, hogy akár kettő, már nagyon jó idő van, meglátjuk. És ja, egyébként oda, arra a helyre felraktam azt a képet, ami itt volt a falon. Ilyen lukak, csavarok, bigyók látszódnak, úgyhogy nagyon ronda volt. Akkor góséta! Meg volt a nagy séta, voltunk gyógyszertárban, Müllerbe, Spárba vettem banánt, ilyesmi. Majd mindjárt megmutatom, hogy a babának milyen kis rágcsákat vettem. Viszont a baba mamánál van még, mert én feljöttem gyorsan ellenőrizni, hogy a szavó mit okozott, és hát egész jók lettek az eredmények. Teljesen eltűnt a penész, szinte. Onnan is. Ott is jó lett. Úgyhogy egész jól eltüntette a penészt, csak még egy kicsit ilyen gyógyszerszag van, vagy ilyen gyógyszertári szag, nem tudom. Mindegy, ablak, ajtó nyitva van, úgyhogy megy a szellőztetés még, és mindjárt lemegyek a babusért. Abiki, tessék! Tessék! Babuska ezt kapta. Egy ilyen babakeks, egy ilyen valamilyen pufi valami, meg ilyen baba teját, én is megkóstoltam, szerintem tök finom. Iszik-e? Azt hiszem a teját kipipálhatjuk, bejön neki. Gyere, nyisd ki baba! Nézd csak! Ott van benne, vedd ki! Vegyél ki! Itt van benne, tessék! Nem fogod meg? Egyébként tök natúríze van. Akkor B verzió. Kukut. Nézd csak. Ilyet. Nyuszi Manó, hamoljad. Egyed a kekszet. Egyed. Na, azért csak összejött. Rágcsálja a kekszet. Hát, sziasztok! Csütörtök van. Babuska itt alszik rajta. Leültünk itt az ágy végébe, és egy kicsit pesztráltam, aztán elaludt, mert este egész rosszul aludt, reggel meg korán, hát mihez képest korán, van 10 óra körül keltünk, mert elmentünk védőoltásra. Ugye megkapta a bárányhimlő ellenének az első oltását, ami azt jelenti, hogy egy hónap múlva a másodikat ugye meg kell ismételni. És hát így nagyjából ennyi. Utána még bementünk visszafele a postára, mert hogy megjött
ugye Kínából, amit rendeltem, az a leveles inda, amit a fürdőbe szándékoztam feltenni. És hát csak egy furcsaság van vele, hogy egy az, hogy szerintem nem úgy néz ki, mint amilyet rendeltem, mert a színe is elütt, és a levélformája is. És ráadásul az a furcsa vele, hogy nagyon ilyen gagyi, tehát így hullanak róla a levelek, csak amikor szétbontottam, három levél leesett róla, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele, vagy hogy lesz majd. Lehet, hogy nem oda föl fogom rakni az előző folytatásának, mert elütt a színe, hanem majd valami mást kitalálok, de azért elhasználom. Másik dolog, ja, vágtam a hajamból tegnap. Hát, még nem tudom, hogy megbántam-e, vagy nem. Egyszer úgy érzem, hogy jó, egyszer úgy, hogy nem. Mindegy, lényegtelen. Ja, meg a tegnapi napról ugye nem készült vlog, mármint úgy tegnapra nem beszéltem így, hogy mi történt, mert csak itthon voltam, az itthoni dolgaimat csináltam, ugye este főztem, sütöttem rántott csirke mellett, és kipróbáltuk a rizslisztből készült, ugye gluténmentes panírmorzsát, és nagyon pozitív a vélemény, páromnak is az volt a véleménye, hogyha nem mondtam volna, hogy én csináltam, akkor azt mondta volna, hogy KFC és csirke. Tehát így a panír állaga is nagyon jó, az íze is nagyon jó, teljesen más, mint hogyha sima kenyér panírból készült volna. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon finom. És ja, megcsináltam majonézes krumplit, amiben ugye krumplit, tojást, vöröshagymát és tájfölt raktam. Úgyhogy így ez a köret hozzá. Még egy dolog, ugye most kint nagyon jó idő van, olyan 17 fok körül van árnyékban, úgyhogy szerintem mindjárt megyünk sétálni, mert ma van az utolsó jó idő, holnap elvileg jön az eső, meg egy kicsit hidegebb is lesz, úgyhogy most megyünk mindjárt sétálni, ugye leteszem a babát, elmosogatok, megcsinálom a dolgaimat, és ha fölkelt, akkor indulunk. És nagyjából így ennyi lesz a mai program. Ja meg, hogyha még belefér az időbe később, este fele, lehet, hogy fogok egy kicsit videót vágni. Addig általában a babus szokott mesét nézni, vagy az ágyban közben játszik, vagy kompozik. Úgyhogy össze kellene vágnom a barnítókrémes videót, mert hogy ugye annak is megszületett az eredménye. Úgyhogy ennyi a terv mára, akkor majd holnap, Tali. Sziasztok! Hát, ha eljött a szombat is, ugye ez a hét eléggé ilyen lukacsosos sikeredett, mivel pénteki nap nem történt úgy semmi, ezért az aznapi vlog kimaradt. Úgyhogy mára viszont van egy jó kis programunk. Ugye délelőtt az általános hétköznapi takarításos dolgokat csináltam, délután most pedig mindjárt indulunk a Fit & Funky nevű étterembe. Lehet náluk kapni mindenféle kaját, ilyen egészségesebb verzióból, teljes kiölésű pizzák, meg ilyen egészséges, frizslisztes panírban húsika, meg saláták, meg ilyen, tehát ez ilyen idézőjelben ilyen gyúrósabb verziója a házhoz rendeléses kajának. Úgyhogy oda nézünk el ma, mert elköltözött, és most van egy ilyen beülős rész, és kipróbáljuk, hogy milyen. Utána pedig valószínű, hogy elnézünk a Szoliba, mivel ugye volt ez az önbarnítós történet, és nagyon nem, annyira nem jött be hosszú távon, nem igazán használnám. És ugye már jön a jó idő is, úgyhogy egy kis színt akarok magamra vinni. Úgyhogy valószínű ilyen heti egyszer lehet, hogy el fogok járni.
Ja, egyébként a babuska most ugye a mama vigyáz rá, addig aztán mi meg nem sokára indulunk. Megjöttünk Kajcsiból, meg volt a Szoli is. Hát a kaja az eszméletlen finom volt, mind a ketten ilyen barbecue-s csirkét kértünk, ez egy zöldséges rizssel, és hát az adag is nagy volt, meg az íze is tök perfekt, pont annyira csípett, amennyire kellett, pont annyira volt sós, amennyire kellett, ilyen volt. Úgyhogy most még lemegyünk bevásárolni, aztán pihi. És még egy utolsó kis szösszenet mára. Ma a fürdőbe felraktam azokat az indákat, amiket rendeltem eBay-ről, és végül is úgy döntöttem, hogy mégis az előző inda folytatásaként rakom fel, ha elüt a szín, ha nem, nem baj, szerintem jól néz ki, és azt a kis sarokpolcot is egy kicsit megrenováltam, hogy a polcot eltakarja egy ilyen bambusz tányéralátét, mert így sokkal jobban védi a víztől, és úgy csináltam meg, hogy ott oldalt ki lehessen nyitni, és oda pont be lehet pakolni az ilyen egyéb kis tusfürdőket, meg az alsó polcra tesszük a WC papírokat, úgyhogy ez úgy nagyon tökéletesen néz ki. És hát ez lett az eredménye.